Most hallgassák meg Prinyi Tündét, a Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatóját, aki áprilisban megtartandó rendezvényekről adott tájékoztatást, illetve olvasnivalót is ajánl önöknek. Köszöntöm kedves olvasóinkat! Ezúttal egy rendezvényünkre szeretném invitálni önöket, amelyet április 15-én, kedden, 16 órai kezdettel tartunk. A Városi Könyvtárnak 2009 óta működik egy nyelvköre, pontosabban a tiszafüredi francia nyelvkör, és minden évben egy francia kulturális napot rendez ez a kör, kifejezetten Tiszafüred lakosainak, magyar nyelven természetesen, de a francia kultúrával kapcsolatban. És ez alkalommal is, tehát ez már ugye mondhatnánk azt, hogy ötödik alkalommal, tehát hagyományt teremtettünk, és visszük is tovább. Az előadóink is a megszokott emberek, illetve a fellépőink is. Elmondanám azért röviden a programot. Az elején én mondok egy köszöntőszöveget, utána Döge Imréné, francia nyelvtanár, és a gimnázium francia tagozatos diákjai fognak fellépni, és a Francia dal nyomában címmel fognak egy érdekes egy színházi műsort, ez már igazán arról szól, az ő fellépésük, tehát mindig van benne vers, tánc és ének, ez egy komplex műsor, amit ők csinálnak ebbe a 10-15 percbe. A következő rész a programnak, a harmadik, francia húsvéti szokásokról hallhatunk, González Judit, párizsi közgazdász jóvoltából. Úgy gondolom, hogy húsvét közelettével ez éppen aktuális is, és egy kicsit betekinthetünk így a francia húsvéti szokásokba. A következő előadónk Gál Csaba, francia nyelvtanár, pedig a csodálatos Mont Saint-Michelre kalózol el bennünket. Mont Saint-Michelről tudni kell, hogy egy szigeten helyezkedik el egy csodálatos templom, kápolna, amely az Eiffel-torony után Franciaországnak a második, és a franciák által még kedveltebb jelképe. Érdemes meghallgatni mindannyiukat, illetve a végén a francia körösök fognak egy meglepetés dalt előadni. És ez is hagyomány, hogy a téma kapcsán egy rövid kis kiállítást is megtekinthetnek kedves érdeklődők, illetve a Nemzeti Étterem és a Hotel Hableány jóvoltából egy francia ételkóstolóval is kedveskedik önöknek a tiszafüredi francia nyelvkör. Várjuk önöket szeretettel, nem csak azokat, akik a francia kultúra iránt érdeklődnek, hanem akik szívesen töltenének velünk itt a könyvtárban egy órát, másfél órát. Még egyszer az időpont 2014. április 15. kedd 14 órai kezdettel. És van egy másik hírem, egy jó hírem, hogy egyre többször kapunk könyveket olvasóink jóvoltából. Ezek ajándékkönyvek, a könyvtárnak adományozzák, és egyre több olyan könyv is található ezek között, amelyek például új könyvek, illetve igazi olvasnivaló, vagy igazi ritkaságokat is megosztanak velünk. Ez alkalommal egy olvasónk hozott be több száz könyvet hagyatékból, és úgy gondolta, hogy itt van talán a legjobb helye a könyvtárban. Ezúton is szeretnénk neki megköszönni. Csak néhányat, és nem is részletesen szeretnék most beszélni erről. Igazán ezek a könyvek most elsősorban a hölgyolvasóinknak szólnak, hiszen romantikus szerelmi történetek, nagyon sokféle, változatos. Csak néhányat, például Daniel Steele-től kaptunk nagyon sokat, itt csak kettőt emelnék ki, aztán Sidney Lawrence-től is. Ezek természetesen írói jelnevek, tehát sokukat magyar író írta, vagy a
megtalált boldogság, van, amelyiknek nem ere, van, amelyik mögött nem ere van, van, amelyik mögött más magyar írónőnk neve, ilyen elegáns írói álneveket használnak a romantikus szerzőink, vagy Jennifer Blake, ugye? Nem is mondom mindegyiknek a nevét. A Nora Robertsek is nagyon közkedveltek olvasóink körébe, tehát most nagyon sokféle érkezett az olvasónk jó voltából. Nem csak romantikus, nagy része elsősorban olyan, nem csak romantikus, hanem a Herman Wouknak a Remény, ez egy többkötetes történet, hát ez már egy világháborús, világsikerű háborús regény folyamról van szó, tehát ezt azért már nem csak a hölgy olvasóknak, hanem főleg a férfi olvasóknak, illetve azokat, akiket érdekli a háborús kalandos kötet. Ez tényleg egy regény folyam, egy-két kötet, és itt van a másik része is a híres szerzőnek. Továbbá James Jones nem kell bemutatni, a Most és mindörökké, ez már megvolt a könyvtárba, de egy jó minőségű kötetet tudtunk beszerezni. Hát ez ugye a szintén világháborús témakör. Aztán nagyon közkedvelt ugye az Elfújta a szél című regény, illetve ennek volt egy filmváltozata is. Ennek a folytatása a Scarlett, és a Scarlett gyermekei. Tehát két ilyen kötettel gazdagodott a könyvtárunk, olvasónk jó voltából, ezúton is szeretnénk neki és a többi olvasónak is köszönetet mondani, akik megajándékoztak bennünket ilyen könyvekkel, és várjuk ezután is szeretettel az olvasói ajándékokat.